Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát nyilván nem jó érzésekkel jöttünk haza, nem így szerettük volna, hogy ez az egész történjen. Nagyon rosszul játszottunk szerintem mind a két mérkőzésen. De tudjuk azt, hogy az újvárosiak, ők ugye egy pozitív élménnyel zárták ugye az elmúlt két hetet ugye a lánkupa sikerével, és nagyon harapósan fognak érkezni. De úgy érzem, hogy erre lélekben és fejben kell a leginkább felkészülni, hogy legyen tartásunk, és igenis, hogy jó játékosok vagyunk ettől függetlenül, ami történt az Euróligában, és tudjuk azt játszani, amit elterveztünk. Én is köszöntöm a nézőket. Hát vegyes érzésekkel, mert nem voltunk boldogok attól, hogy ugye nem sikerült érmet szereznünk, főleg ugye a legfényesebb érmet, de pontosan tudtuk, hogy ezen a szinten nagyon közel vannak a csapatok egymáshoz, és nem hiszem, hogy bárki tragédiaként éli meg azt, hogyha esetleg nem sikerül egyezni mérkőzés. Természetesen nem így készültünk, de nem tudok egyetérteni azokkal a véleményekkel, amiket már itt hallottam, hogy a szabad elmeccsen a csapat szétesett, meg a hogy lehet kikapni, hogy nem lehet kikapni. Ezek egész egyszerűen butaságok, de nem nagyon foglalkozunk ezekkel, hogy különböző véleményformálók hogy látták, saját magunkkal foglalkozunk. Mindent megtettünk, becsületesen felkészültünk, sajnos az eredmény az most nem az volt, amit mi saját magunktól vártunk. Másoknak nem nagyon szeretnénk megfelelni, elsősorban saját magunknak és ugye az egyesületünknek. És hát nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy sikerült ugye bejutnunk a négyes döntőbe. Ott nagyon-nagyon sok pozitívum is ért minket, független attól, hogy ugye nem nyertük meg egyik mérkőzést se, és ez nagyon fontos látni. Azért a magyar sportban általában két véglet van, vagy teljes tragédia, és igazából nem is kell sportolni, és oszoljon föl mindenki mindenkivel. A másik véglet az, hogy minden a világon a legjobb, és minden szuper, pedig hát lássuk, hogy az esetek legnagyobb többségében félúton van az igazság. Most is csináltunk nagyon sok jó dolgot, sajnos voltak mindkét meccsen olyan periódusok, amikor mi nem használtuk ki a lehetőségeket, viszont az ellenfél igen. És ezen a szinten ez bőven elég. Semennyire. Egyrészt nem érzem az Euroligát rosszul sikerültnek, 10 mérkőzést játszottunk, 7-et megnyertünk, egy döntetlen, és ugye két mérkőzést vesztettünk egyet 5 méteresekkel. Ezt szerintem elég sokan aláírnák, de mondjuk erről Athénban lehetne például érdeklődni, hogy mit gondolnak erről, ahol egy gigaklubnak a női vízilabda csapata ugye nem tudott bejutni a négy közé. Úgyhogy egyrészt nem érzem ezt egy rosszul sikerült dolognak, az újvárosiaknak számtalanszor gratuláltunk ugye a nagyszerű eredményeikért. Hát én nem tudom elképzelni róluk, hogy ők azt gondolják, hogy azért, mert ők 5 elsők lettek ugye a Lenkupában, mi negyedikek az Euroligában, akkor ez most az ő esélyeiket feltehetően vagy nagyságrendileg növelni a bajnoki döntőbe. Pontosan tudják ők is, hát profi csapatról beszélünk, kiváló edzővel, profi sportolókkal, hogy az, hogy szerdán mi történik, az már réges-régen nem azon fog múlni, hogy mi történt 4 napja, 1 hete, 2 hete. A sport az mindig is ilyen volt, ma különösen ilyen, a múltban nem lehet élni. Tehát mi az Euroligát elengedtük, sikerült bejutnunk a négyes döntőbe, ott mindent megtettünk, lehet ezzel lovagolni, és nyilván sokan fognak mégis, mert valószínűleg nincs igazából jobb dolguk, mint hogy másokon köszörüljék a nyelvüket. Mi saját magunkkal foglalkozunk, és meg fogjuk nyerni a bajnoki döntőt.